A Petőfi utcán található KPM vizsgaállomás új cégcsoporttal újult meg nemrégiben. A Lanzs Autószerviz Kft-vel közös munka eredményeként 4 állomásos szerviz került megnyitásra nemrégiben, aminek az ünnepélyes átadójára március 29-én került sor az üzlettelep helyén. A szervizünk harmadik generáció óta végez gépjárműipari szolgáltatásokat, több városban is jelen vagyunk, ez most a legújabb mérföldkő a hajdunánási telephely. Hajdunánáson a KPM Nánás Kft-nek a telephelyén nyitottunk egy 4 állásos szervizt, gyakorlatilag a legkomolyabb eszközökkel, magas minőségben dolgozni tudó kollégákkal végezzük a szolgáltatásainkat a ügyfelek minél magasabb elégedettsége érdekében. A már 3 hónapja működő szervíznek ugyan még most került sor a hivatalos átadójára, de az ügyfelek folyamatosan igénybe vehetik a szolgáltatásokat. 3 hónapja vagyunk jelen a Hajdunánáson. Ez egy ünnepélyes megnyitója most ennek a szervizünknek. Egy picit elcsúszott a rossz idő miatt. Szerettünk volna megvárni azt, hogy szépen kisüssön a nap, és egy ilyen környezetben fogadhassuk azokat a illusztris vendégeket, a polgármester urat, a jegyző urat is, hogy méltóképpen meg tudjuk ünnepelni ezt a nyitást. Szaszala László, a szerviz tulajdonosa elmondta, hogy hogyan is gondolták azt, hogy Hajdunánáson újra gondolják a KPM vizsgabázist. Most már elkészült ez a létesítmény, és mert nagy tisztelettel meg kell, hogy köszönjük azoknak, akik segítettek abban, hogy ez létrejöjjön. Graholt Tamás, a cég ügyvezetője elmondta, hogy hogyan is került éppen Hajdunánás kiválasztva arra, hogy itt nyíljon meg és működjön a vizsgaállomás. Van nekünk egy kis szakmai múltunk, 25 évre visszanyúló, amit a TÜV Kft. Nyíregyházán alapozott meg, és olyan, mint egy fának a törzse, a gyökere, onnan szépen elágazott még 3-4 ilyen vállalkozás. Az az előnye ennek, hogy ugye mind ugyanarról a törről fakad, és össze tudjuk szedni az összes szakmai dolgot, most már lassan ilyen fél ország szerte, ahol a telephelyeink vannak, és egységesíteni tudjuk a műszaki vizsgáztatással kapcsolatos dolgainkat. Első pillanattól láttuk, hogy ez a műszaki vizsga, ez csak egy fél láb. Tehát nincs meg mindenünk ahhoz, hogy egy komplex szolgáltatást tudjunk nyújtani. Vitatkoztunk eleget Laci bátyával, ő győzött, mégiscsak megépült ez az épület. Most azt mondom, hogy hála Istennek ő győzött ebben a dologban. És ugye következett az a része, amikor meg kell találni azt az embert, aki megtölti tartalommal ezt az épületet. Szólát Tibor, városunk polgármestere is sok sikert kívánt a munkához. Amit Laci bácsi mondott, én azt gondolom, hogy ez egy dicséret egy hivatal számára. Ugye egy hivatalnak mindig meg kell találni azt a mértéket, ahol a jogszabályokat betartva mégis tud segíteni a vállalkozásoknak, hiszen nyilván ez egy városi érdek is egyben. A Lanzs Autószerviz Kft. Ügyvezetője Benyó László ismertette a cég szolgáltatásait, és röviden bemutatta, hogy mivel is foglalkoznak. Az ügyfelek szinte mindenféle gépjárművel kapcsolatos szolgáltatást igénybe tudnak venni. Aki az autójával befáradt hozzánk, ami a gépjárművel előfordulhat probléma, mindenre van megoldásunk. Egyelőre a karosszéria az, ami szerződött partnerként más telephelyen végzünk, de egyébként minden feladatra, problémára tudunk megoldással szolgálni. Többek közt akkor kifejteném, a műszaki vizsgabázis van mellettünk, úgyhogy ha esetleg a műszaki vizsgára felkeres valaki bennünket, nagyon szívesen felkészítjük azt. Futóműbeállítással, klímatöltéssel, klímatisztítással foglalkozunk. Ezek mind-mind ezek a gépek, amikkel dolgozunk, a maga területén a legmagasabb minőségű színvonalat képviselik. A beszédek után hivatalosan is átadásra került a szervíz, amit a szalag elvágása jelképezett. Ezt követően kötetlen beszélgetés követte a rendezvényt, ahol baráti kapcsolatok szövődtek.